Május 25-én szombaton a Komáromi Kulturális Kft. És a Monostori Erőd különleges élmény nyújtott a Városi Gyermeknap résztvevőinek. A hangsúlyt idén a mozgásra, a szabadban eltöltött hasznos időre helyezték a szervezők. Ez egy kiemelt program egyébként a városi önkormányzati programok közül, mert hogy gyakorlatilag tényleg a legkisebb polgároknak igyekszünk ilyenkor örömet okozni a gyermeknap alkalmából. Valamennyien családos emberek vagyunk, akik szervezzük ezt a programot, tehát alapvetően igyekszünk, régóta gyakorló szülőként igyekszünk a gyerekek kedvére tenni, és hát mi vannak fiaink is és lányaink is, azért nagyjából azért sejtjük, hogy mi okozhat örömet egy kisgyermeknek, vagy akár egy nagyobbnak is. Hál' Istennek az időjárás az nagyon kegyes volt hozzánk. A tegnapi rossz idő és ez a kis locsolás, ami itt volt a városban, ahhoz képest a mai nap nagyon szép időnk van, mondhatni, hogy meleg is, úgyhogy bízom benne, hogy senki nem fog napszúrást kapni. Hagyományosan minden évben a Monostori Erőd Nonprofit Kft. Közösen a várossal mindig szombati napra teszi a gyereknapot, pont azért, hogy a városrészi gyereknapok, illetve a Brigéció strandfürdővel is egyezségünk van, hogy ők viszont vasárnap tartják. Ennek köszönhetően nem az van, hogy dönteniük kell a családoknak, hogy ide mennek vagy oda mennek. Eljöhetnek szombati napon ide, vasárnap pedig mehetnek akár a gyógyfürdőbe, vagy pedig bármelyik városrészi gyereknapnak a programjait látogathatják. Úgyhogy ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően is nagyon sokan vannak, illetve a hagyománya az, hogy már ismerik, tudják, és tudják, hogy jó programokkal készülünk. Igyekeztünk is idén egy kicsit módosítani a programot, hogy nem mindig ugyanazt adjuk, de mégis legyen benne valami olyan újdonság, ami azokat meg meghagyva, ami meg nagyon jól működött, azok maradjanak és jöjjenek újra idén. Idén nagyon sok olyan program volt, ami a nagy mozgásokra, mind az Eurobungee-ra, akár az ugráló különböző felfújható játékokra, akkor a buborék focira, vagy a mászófalra, tehát sok olyan dolog volt, ami ezeket a nagy mozgásos dolgokat veszi leginkább igénybe. Úgyhogy a hely adta lehetőséget, így próbáltuk kihasználni. A helyi civil szervezetek és intézmények aktív közreműködésével megszervezett napot látványos bemutatók színesítették, melyeken a tűzoltók, rendőrök és a mentősök is részt vettek. A helyi intézményekből és civil szektorból, illetve a hivatásos szerveket is, hogyha hozzászámolom, akik ugye a mai napon itt örvendeztetik meg a nebulókat, akkor mintegy 60 önkéntes az, aki a gyerekek kedvére tesz, és tényleg reggel 10 órától minden róluk szólt. Tehát az összes kültéri és színpadi program. Reggel már egy mazsoret bemutatóval indítottunk, és ugye ez azért is érdekes, mert hogy gyerekek adják a programot gyerekeknek, és ugyanez volt a Kemence Egyesület bábos sorozatával, és a bábos találkozójuk alkalmával is 5 bábcsoport szórakoztatta a közönséget, és hát ezt követően pedig ugye kezdetét vett egy ilyen hullám, egy ilyen szórakoztató hullám, itt volt a Bábuci Bábszínház, éppen most Mókamester Teofil egy ilyen csokoládé sót hagyta abba, ez is nagyon nagy sikert aratott. Egyes programhoz cukorágyúval csalogattunk, ugye ez már a szolgáltatói szektorból érkezett, Kubovics Attila, aki mindig itt van a gyereknapon, és mindegy 3 kiló édességet lő a magasba egy ilyen alkalommal. Úgyhogy azt gondolom, hogy senki nem megy emiatt haza üres kézzel, de hogyha már tényleg visszatérnék az intézményekhez, itt van a múzeumunk, vagy például a könyvtárunk, gyermekkönyvtárunk, tehát ezek ilyen tartalmas, hasznos elfoglaltságot és foglalkozást kínáló, főleg így a közművelés szolgáló elfoglaltságok ezek, de egyébként van a mozgásra is koncentrálunk, tehát itt van a Street Generation és az AirTrack szőnyegük, ez mindig nagy sikert arat, most is a fiúkat alig lehet onnan elrángatni, hogy ez is gyakorlatilag az egész nap során mindig belakott ez a programhelyszín. Aztán pedig ugye a hagyományőrző vonal, ugye Komáromnak sok hagyományőrző egyesülete van, most például a Kopány Monostori Hagyományőrző Egyesület most először debutál gyermeknapon, és Szőnyeg Arturral együtt egy fegyvermustrát adtak nekünk, a gyerekeknek.
Paranta Egyesület pedig ugye egész nap foglalkoztat is, tehát az íjászat az egy új programelem egyébként, hogy ezt ki lehet próbálni hosszú ideig, és hát aztán hamarosan ők készülnek a bemutatójukra is, ami meg egyáltalán nem gondolom, hogy baj, hogy ilyen jellegű, kicsit így a nemzeti identitás is megtámogató programelem is van egyébként, arról nem is beszél, hogy ilyen esetekben ezek az egyesületek tudnak toborozni, tehát az utánpótlások is lehet esetleg azokban a kis fiatalokban, vagy tinikben, akik itt látják ezt először, mert itt kézenfekvő, hogy erre megfelelő terület és idő is rendelkezésre áll. Újdonság volt, és nem is gondoltuk volna, hogy ennyire látogatott lesz, az a babasarok, tehát ez a kis baba pihenő, azt is sokan meglátogatják, mert hogy kiesik a színpadból, meg a hangzavarból gyakorlatilag az a rész, és akkor ott nyugodtan lehet kisebb csecsemővel, babával kicsit pihenni. Az apuka pihenőt is kialakítottuk, nem tudom, megmondom őszintén, hogy abban mennyien lehettek, de minden esetre mi azért készültünk, úgyhogy volt autós magazinok, barkács újságok, kanapé, pihenés szolgáló dolgok rendelkezésre álltak. Hát mindemellett ugye az erőd jóvoltából a férfias játékok, a flipper és a boxgép és egyebek, tehát az is ugye ebben a szektorban volt. És ami nagyon örvendetes, és tényleg nagyon nemes felajánlás, hogy az Iregstamak Kft. Minden esztendőben itt van. Tehát gyakorlatilag kicipelik ide a kemencéiket, amit már reggel 10 órától forrón várják a gyerekek által készített briósokat. Sorszámot kapnak ezek a kis kenyérkék, és mennek be a sütőbe, és aki elkészítette egy ilyen péksüteményt, az jégkását is kapott cserébe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy aranyos dolog. A hivatásos szervek részéről pedig nem titkolt cél az sem, hogy itt azért lehet egy kicsit a mesterségekbe is egy kicsit belelátni. Ők ugye a hétköznapi hőseink tényleg a hétköznapokon azért tevékenykednek, áldozatvállalással és sokszor az életüknek a kockáztatásával, vagy a mi életünkre, biztonságunkra és vagyonunkra vigyázzanak, tehát akár így a rendőrség, vagy a mentősök, vagy a tűzoltóság, és szerintem az is nagyszerű, hogy ők ilyenkor engednek így betekintést nyerni ezekbe a járművekbe, illetve a munkájukba. Nyilván ez csak egy kicsi szegmensbe, de mégis lehet, hogy éppen itt lesz egy olyan gyermek, aki itt találja ki, hogy ő rendőr, mentő vagy tűzoltó szeretne lenni, úgyhogy szerintem ezek ilyen mélyreható élmények lehetnek egy gyermek életében. Reméljük, hogy legalább ennyivel, illetve sok-sok élménnyel még hozzá tudtunk járulni a gyermeknapi örömökhöz. Az ünnepi hangulatot tovább fokozta Halász Judit varázslatos koncertje, amely méltó befejezése volt ennek a felejthetetlen napnak. És minden bóvlit elfogad, és akármit bevesz, pedig sok múlik azon, hogy mit hallgat, és mi az, amit nem.